akkor jött, kívánok mindenkinek október 24-én. Egyébként. Tegnap én megmaradt beton töröm össze. Tegnap is megfordottam. Este 5 mert köszön meg. Fel tudjuk használni még ma. Ha kell. Szemben velem ezt be kell tölteni ezt az átlót, abban a földdel, ami ott a túloldalon van. Szerintem menni kell a csarnok túloldalára törni. Van egy meló. Ezt többszörösen át lesz forgatva, hozzá lehet töltve egy 2 méter mixerbeton. Aztán avval összeforrattam a vitéz szegélyt, utána az megködött, akkor tettem hozzá vizet, megint összeforrattam, este megint összeforrattam, hogy átforrattam, hogy ne kössön meg reggelre. Már egyébként hagyják ezt a baszit erre mindenki. Érdekesen senkinek nincs arra esze, hogy könnyebb legyen a dolga, hogy átforrassa este, meg reggel, meg stb. És akkor könnyebb megkeverni. Nem, inkább lekapar, mert a megtöltött betonból lekapar, amit le tud. Aztán kínlódik vele. Basztok rá! Inkább kínlódik vele, mint hogy átforgatsa. Ugye, ahogy rengeteg videót csináltam már, és rengeteg sok rajzos illusztrációt is bemutattam már, és a gépek működését úgy nagyjából érthetővé tettem laikus emberek számára is, legalábbis remélem. Mindig merülnek fel új érdekességek, amiről még nem beszéltem, és amit meg szeretnék említeni. Ugye a vezértömbről, a munkahelyek vezérlésről beszéltem már, ez oké. Okay. Van a tolólapnak, a tolólapot is egy munkahelyre működteti. Lenyomja, van egy semleges állás, most például ez az állás semleges, semmi nem történik. Van egy kar, lenyomom, lemegy, fölemelem, fölmegy. Viszont ennek van egy negyedik állása. Ugye van a semleges állás, a felállás, a leállás, ez 3 állás, és van egy negyedik. Erről ritkán is szó, és kevesen is tudnak róla igazából. Nem minden gépen van, de jobb gépeken van, ezen például van, a Bobcat-en van, a Duzen-en van, a 8 tonnásokról beszélek. Többi gépen van-e, igazából nem nagyon tudom, valamelyiken van, valamelyiken nincs. Egy negyedik állás. Ezt a mezőgazdaságból vették át. A mezőgazdaságban van egy úgynevezett úszóállás, ez így egy úszóállás. Tehát mikor van egy traktor, egy traktor, és húz, mondjuk egy 3-osekét. Ez beleengedi a talajba, az eke belehasít a talajba, és utána kapcsol neki egy úszóállást, amikor nem tolja le, a munkahelyen nincs végállásba letolva, hanem olyan, mint hogy a munkahelyenek két oldala ugye itt megkapja az olajat,
vagy itt kapja meg az olajat, teljesen mindegy. Mint hogy ez a két oldal össze lenne kötve. És innen tud menni ide az olaj, innen tud menni ide az olaj. Természetesen nem ilyen egyszerű a történet, mert ide kevesebb a térfogat, hiszen itt a szárcs itt van. De ilyen érzés, mint hogy a két munkahenger, két az össze lenne kötve, és a munkahenger szabadon tud mozogni leföl. Úgymond úszóállásban. Ugyanez megvan a tolólapoknál. Ugyanez megvan a tolólapoknál. Ez az úszóállás. Tehát, ha leteszem, megemeli a gépet. Tovább nyomom egy elakart. Mutatom. Még egyszer. Itt van a kar. Felemelem végállásban. Letolom. Felemeli a gépet, mert ugye nyomást kap a munkahenger. De abban a pillanatban, hogy úszóállásba teszem, akkor csak rajt van a talajon. Nem nyom, nem emel semmit, csak rajt van a talajon, és követi a talaj egyenletlenségeit is valamennyire. Így. Most a munkahenger, most mintha össze lenne kötve, tehát akár meg tudom emelni is így. Így, tehát látszik, hogy teljesen szabadon van a, mint hogyha nem lenne rajta munkahenger semmi, szabadon lóg. Ez egy úszóállás, úgy hívják. Ekéken van ilyen, szántásnál használják az állást például, de lehet, hogy aztán más talajművelő eszközöknél is használják, kultivátoroknál nem tudom már, én nem emlékszem ezekre, de a szántásnál határozottan tudom, már az MTZ-ken is volt ilyen állás. Már az MTZ traktoron is volt úszóállás. Felemelem, és utána leesik. Ennyi. De mint a csillapítva esne le, tehát látszik, hogy az olaj valamennyire fékezi, tehát nem lezuhan például. Ez az úszóállás. Például ilyen placon nagyon jó vele tolni földet, ilyen placon, mert a beton megvezeti. Olyan helyen nem jó, ahol puha a föld, mint az a rész ottan, mert ott belehasít a földbe, de ilyen helyen jó. Ilyen helyen jó vele földbe. Majd meg fogom mutatni egyébként. Hogy most ez valójában így van megoldva, tehát hogy van a tolattyú, aminek van mondjuk négy állása, tegyük fel, van mondjuk egy, kettő, négy állása. Az egyik állás ugye semleges állás, az egyik állásnál ide jön az olaj, ebbe az árba, a másik állásnál visszamegy, ugye? Ennél az állásnál ide jön az olaj, ide jön az olaj, tehát ide jön, innét pedig visszamegy, akkor ez a fele kap olajat. Ugye ezek a képletek vannak, és van a negyedik állás, ami mondjuk egy ilyen állás. Egy ilyen állás, mikor össze van kötve a két fele. Igazából nem tudom a szerkezeti megoldását, hogy van ez megcsinálva, mert hát a térfogat különbség megvan. Ugye itt sokkal több olaj van ebben az oldalban, mint ebben az oldalban, tehát az összes olaj ide nem tud átjönni, és itt elvileg feszültségnek kéne fellépni
még azt is el tudom képzelni, hogy ez az állás ez úgy van, hogy nincs itt összekötve. Szakembert én erről megkérdezni, hogy hogy van ez megcsinálva valójában, de el tudom képzelni, hogy nincs itt összekötve a tolattyúnál, hanem átmegy a tolattyún, és mind a kettő belemegy a tartályba. Úgy belemegy mondjuk mind a kettő a tartályba, hogy a tartály szintje, olaj szintje alá, a tartály olaj szintje alá megy bele esetleg mind a kettő, és akkor mind a két oldal ki tudja egyenlíteni az olaj igényét. Mind a két olaj, hiszen hogy elmegy lefelé a dugattyú, akkor innét ez a fele tud szívni olajat. Ez pedig vissza tud menni. Ha erre jön, akkor ez a fele szív olajat, ez pedig vissza tud menni. Tehát így is el tudom képzelni. Így is el tudom képzelni. De csak ilyen, ez csak logikai, az én saját kútfőmből, hogy van ez, de hasonlóznám a pontos kivitelezését a dolognak nem tudom. Hogy az úszó megoldás, az ez a megoldás, vagy az a megoldás, hogy a tartás szintje alá bemegy két cső, és tudja kiegyenlíteni az olaj igényeket mind a két oldalon. Szóval erre akartam még beszélni, mert ez erről nagyon, nagyon kevés szó esik, hogy van egy ilyen állás is munkaengereknél. Van ilyen állás is munkaengereknél. Erről nagyon nem hiszem, hogy ez is az egyik érdekesség, ami a hidraulikában előfordul. Most elkezdtem visszatölteni ezt a gödröt. Azt mondták, hogy itt a vas pálcáktól arrafelé töltse vissza, de most leállították. Vagy előtte le akarják fényképezni, vagy mi a faszom, nem tudom. Állítólag mit adott ez a jó ember ebben a trélerrel? Korlátokat. Korlátokat hozott. Kerítés korlátokat. Na, szóval meg fogom majd mutatni egyébként, hogy valóságban is milyen jól lehet dolgozni vele ilyen sima placon, tehát egy betondról letolni vele például a földet. Nem kell nem kell kisakkozni, hogy milyen magasságra állítsad. Híven végigköveti a betont. Most megmutatom. Leteszem. Tovább tolom. És gyerünk.